olvassuk a Szentírásban a Tíz Parancsolat első igéjét, amely a Szent nyelven, így hangzik, Anochi adosem elocheha a serhoci techa me erec Ékes magyarságunkban fordítva, én vagyok a világ alkotója, aki kivezettelek téged Egyiptomból, a szolgaságházából. Több mint 3300 évvel ezelőtt egy különleges szakrális és egyben történelmi pillanat születik meg innen jó pár ezer kilométerre arrébb az egyiptomi birodalomban. Az egyiptomi birodalom, amely az ókor legimpozánsabb impériuma volt, és a történelmi tudomány szerint, Három történelmi, ókor történeti korszakra pontódik a birodalom, az egyiptomi birodalom. Ezek közül az első a Régi Királyság, vagy Ókirályság, aztán a Középkirályság, majd az Új Királyság. Időrendben az egyiptomi kivonulás, héberül Pesach, valamikor a Középkirályság korában történik, amely 1578-tól az időszámítás előtt egészen 1100-ig tart. Ez a periódus, amelyben most a zsidó közösségek élnek, egy út, amely egy folyamaton átvezet bennünket az egyiptomi kivonuláshoz. Négy kiemelkedő szombat, mint négy kapu, amely felkészít bennünket, lélekben, fizikailag, és ráhelyez arra az útra, amelyben még inkább át tudjuk élni, és közel tudjuk magunkhoz engedni az ünnepüzenetét. Ennek a négy szombatnak az elsője a Sabács azaz a sekelek szombatja, amely két nagyon fontos aspektust hordoz. Az egyik, hogy az embereket tilos számolni mindent lehet, de az ember, amely az örökkévaló szikráját hordozza, az nem kerülhet bele a materiális értelmezésekbe tárgyként. Ettől óvés int minket a szentírás hagyománya. A második szombat a Shabbat záhor, azaz az emlékezés szombatja. Amikor megtörténik az egyiptomi kivonulás, két nép jelenik meg a kivonuló, zsidóság mellett, az egyik segíteni akar, a másik el akarja pusztítani. Az első név Midján. Midján népe, akinek a vezetője Jitró, aki nem más, mint Mózes apósa, Mózes feleségének, Cipórának az édesapja. És ő, a főpap, az első ember a saját népének látogatja meg a kivonuló zsidóságot, és támogatásával, tanácsával és jelenlétével segíti azt a folyamatot, amely a fizikai szabadságtól a szellemi szabadságig vezet. És megjelenik egy másik nép is, ez pedig az Amalék, akik megtámadják a kivonuló zsidóságot, és akiknek a szimbóluma összefügg az emberi élet, semmi bevételével. Ezt követi egy újabb szombat, a harmadik, amelynek a Héber elnevezése Sabát Pará, a vörös tehén szombatja, ahol pedig meg kell tisztulni. Van egy fizikai ritus, amelynek van egy spirituális része a szenté idejéből, ez volt a vörös tehén áldozata, és amely felhívja a figyelmünket, hogy a lelki tisztasság egy feltétele a szabaduláshoz. És a negyedik egyben az utolsó szombat, az pedig ebben a sorozatban a hónap szombatja, a Hódes, amely Nisza hónapjáról szól, amely a csodák hónapja. Az az időszak, amely a szabaduláshoz vezet. Az tele van csodával. És az embernek szív és szem kell hozzá, hogy ezeket észrevegye. Végezetül van még egy szombat közvetlenül Peszák előtt, ez az úgynevezett Shabbat Hagadol, a nagy szombat, amely onnan kapja az elnevezését, hogy Eliáhu proféta a hagyományos szöveg alapján ekkor jön el, és hozza el majd a messiási kort. Tehát minden szédereste egyben magába hordozza a messiási kort, beköszöntének a reményét. Így jutunk el Pesach ünnepéhez, amely annyit jelent szó szerint, hogy átlépés. Ennek két történeti értelmezése van. Az egyik, hogy a tizedik csapás, amely a halál angyala által minden elsőszülött lelket elvívő pillanatsor, ez átlépi, átugorja a zsidó házakat, és a mai napig ennek az emlékét vallási szimbólumban őrzi a közösség a mezuzá formájában, amely sok fajta anyagból készülhet, a külső burok lehet az üveg, fa, kerámia, és belül pedig van egy pergamentekercs, amelyre két ima van írva, mind a kettő a Szentírásban található meg. Az egyik a Hajad Izrael, a másik pedig egy olyan ima, amelynek a köz központi gondolata úgy hangzik Héberül, hogy sinam tam lövanehá, azaz taníts meg a te fiadnak. És itt érkezünk el a Peszák ünnepének az első két napjához, amely azt a nevet viseli, hogy szédereste. A széder szó jelentése a rend, azaz a rendes ezek. Az egyiptomi kivonulást megelőző éjszaka volt ez a bizonyos szédereste, ahol minden családnak egy bárány áldozatot kellett bemutatnia, és azt hajnalig el is kellett fogyasztani. Ennek a báránynak a vérével jelölték meg a házak bejáratát, és ez volt a jel a halál angyala számára, hogy ezeket a házakat át kell, hogy lépje. A szédereste számos szimbólumot hordoz talán a központjában a szédertál áll, és a hagada. A hagada egy olyan könyvecske, amely az egyiptomi kivonulás történetét tartalmazza, és az évezredek során ezekhez a napokhoz csatlakozó, csatlakoztatható eseményeket és a belőlük megfogalmazó vallási ritusokat. Az egésznek a célja, hogy a felvőneknő generáció együtt élje át az Egyiptomból való kivonulást, úgy, mintha mi magunk is ott lennénk. És a mindennapok Egyiptomából is ki kell vonulni, amely annyit jelent, hogy napjaink nehézségei kötelezettségeink, amelyek néha túlnőnek rajtunk, amelyek olyan bilincsként szorulnak a melkasunk köré, amelyet évről évre le kell tudnunk tenni. Ehhez pedig ez a felkészülés vezet, és szédereste a csúcspontja, amikor le kell tennünk az egyiptomi bilincseket. A másik szimbólum pedig a szédertál, ahol különböző ételtöredékeket találunk, találunk keserű füvet, amely a rabságban eltöltött 210 évre emlékezteti a zsidó közösséget bennünket. Találunk sós vizet, amely a könnyek ízét adják. Találunk egy harosset, harajszesz nevezetű keveréket, amely alma, dió, egy kis bor, egy kis fűszer, olyan, mint az agyag, amelyből építették Pitomot és Ramses városát az ókorban az eleink. Ugyanígy találunk rajta kárpász salátát, krumplit, és találunk rajta sült nyakat, általában csirkenyakat. Ugye a peszáki áldozat az a bárány volt, vagy kecske. De mivel a szentély nem létezik, ezért Peszákkor nem eszünk se bárány, se kecskét, hanem jelképesen a szentélybeli egykori áldozatra emlékeztet bennünket egy megsütött csirkenyak. Ez a szédertál, amely a kivonulás szimbólumait hordozza, illetve az előfeltételeit. Illetve ott van a három maceszlap, a kovásztalan kenyér, a szegénység kenyere, amely e, ugyancsak oszlopa ennek az ünnepnek, és a Hagadának az egyik imája arámi nyelven úgy hangzik, ha lachma anyja, a szegénység kenyere, ami nem másról szól, mint hogy mi magunk is szűkölködők voltunk, és az élet, a sors, a jóteremtő fordíthatja úgy az életünk fonalát, hogy szűkölködünk akár napjainkban is. De ilyenkor a zsidó közösség megnyitja a kapuit, és minden szűkölködőt asztalhoz ültetünk, és együtt fogyasztjuk el a szegénység kenyerét, osztozva az emberi sors örökségén, Végezetül pedig az ünnep legfontosabb üzenetét hagy mondjam el. Pesach az első szabadság ünnepe az emberiségnek, amely univerzális, egyetemes, időn és téren átívelve mindenkit tanít. Ez volt az első olyan alkalom, amikor is egy rabszolgasságba sinlődő nép az elnyomásból, a saját akaratából és az örökkévaló segedelmével Megszerezte, visszanyeri a szabadságot. És ezt 430 év Egyiptomban töltött idő után, amikor már lassan a saját identitásunkat is elvesztettük, és ebből a 430 évből pedig 210 ezer rabszolgaságba telt. És ebből a lehetetlen helyzetből is van tovább, és létezik a szabadság.